tengerre kuflik. Az úgy történt, hogy egy reggel először néhány rosszkedvű, szürke felhő jelent meg az elhagyatott rét felett, aztán esni kezdett az eső. Jaj, ne! Kiáltott fel Hilda. Csak nem lesz újra árvíz a réte. Ugyan, dehogy! Ez csak egy aféle nyári zivatar! Ez biztos? Kérdezte Hilda, mire hirtelen el is állt az eső. De jó! Kiáltotta vidámon Valér. Legalább plocskolhatunk egy kicsit a pocsolyákban. Ó, ezek a fiatalok! Ingatta fejét Bélabá, de azért ő is elindult Valér után. Hé, minket itt hagytok? Kiáltották erre a többiek, és azon mód Bélabáék után szögtécseltek. Mert ha van valami, aminek a kuflik sosem bírnak ellenállni, az nem más, mint, na igen, mint a pocsolyákban plocskolás. Egy átlagos kufli háromféle módon szokott pocsolyákban plocskolni. Egyenes vonalban, cikcakban, vagy össze-vissza. Ezen a délelőttön a kuflik mind a három módszert kipróbálták. Egy igazi tó! Kiáltott fel pofánkkal. Valóban, gyertek, nézzük meg közelebbről! Bámult hunyorogva a távolba Titusz. Ez biztos, hogy egy tó? Nem lehet, hogy csak egy túl nagy pocsolya? Ilyen alapon egy pocsolyára is mondhatnánk, hogy igazából egy túl kicsi tó. Nem bírom, amikor pocsolyákról beszélgettek. Inkább plocskoljunk bele. Nem tudhatjuk, hogy milyen mély. Akkor mi legyen? Kérdezte Fityérc. Inkább hajókázunk keresztül rajta? Mekkora ötlet! Rendezünk rajta egy csalózka jó hatát! Hogy? Mi csodát? Ó, akarom mondani, kalózhajó csatát. Valamiért ezt sosem tudom elsőre kimondani. Pompás gondolat! Nem volt hát akadálya, hogy egy szempillantás alatt mind beöltözzenek kalóznak. Egy szempillantás múlva. Ja igen, mert a kuflik kifejezetten az ilyen esetekre mindig hordanak maguknál zsebkalóz felszerelést. Még Fityérc is. Idáig megvolnánk. Már csak két hajót kell szereznünk. Megkérhetnénk a beszélő fatuskót, hogy legyen ő az egyik. Jó ötlet. Titusz és Zödör rögtön el is indul, hogy megbeszéljék vele a dolgot. Szia! Nem volna kezdett kalózhajónak lenni egy izgalmas vízi csatában? Ha gyerekek, rívágyom, hogy kipróbáljam! Én is vízi csatázhatok! Kérdezte a Mohamanyi. Hát persze, te leszel a kormányos! Mondta Titusz. Amíg távol voltak, a többi kufli megpróbált találni egy másik hajót. Itt nincs hajó! Itt sincs hajó! Itt sincs hajó. És itt sincs hajó. Itt sincs hajó. Álvásztettetek valamit? Szólította meg őket egy közelben átsorgó varázsgomba. Kalóz csatához való hajót keresünk. Azt hiszem, tudok segíteni. Barátunk a vízipatkány néhány napja itt hagyta megőrzésre a csónakját. Ott van a vadradírcsáriék mögött. Ez tökéletes kalózhajó lenne! Kezdődhet a csata! Beli cápa támadta meg a hajóinkat. Újságolt a Bélabá. Ezen könnyen segíthetünk. A varázsgomba előkapott a háta mögül egy képzeletbeli szigonyt, és a cápa felé hajította.
célzás. A cápa elmenekült. Rettenetesen megéheztem ettől a vízi csatától. Sóhajtotta Valér. Hé, ez az én szövegem. Dörmögte halkan Zödön. Mit szólnátok egy képzeletbeli cápa sülthöz? Viccelődött a varázsgomba. Attól tartok, képzeletbeli, sült el csak képzeletbeli éjséget lehet elverni. Jegyezte meg Fityirc. Szerintem legjobb az lesz, ha hazamegyünk uzsonnázni, mondta Titusz. Így is tettek. Polip simogassa meg a talpatokat! Vett búcsút tőlük a gomba, egy ősi, csendes óceáni kalóz köszöntéssel. A kuflik úgy néztek ki, amint szögdécselve távolodtak a csillogó víztócsák között, mint hét tengerét vesztett, mégis roppant vidám kalóz. A kuflik és az elveszett folt. Második rész. Hol folt, hol nem folt. Már elég régóta délután volt. Hét jól lakott kufli hevert félálomban a kupac tetején. Most akkor kezdjünk el teli hassal kutatni a réten? Ma muszáj lesz. Ha a Zödön fejéből eltűnik az uzsonna emléke, rögtön eszébe jut majd a nadrágjáról elvarázsolt rózsaszín folt. Jaj, ne! Hol kezdjük a keresést? Induljunk el az orrunk után! Előbb-utóbb biztos kiszagoljuk a megoldást! Akkor Titusz menjen legelől, mert neki a legnagyobb az orra! Ott úgyis én mennék! Induljunk el hát! Nagyjából a rét közepe felé! Így is tettek. Szerencsére a rét közepe nem volt nagyon messze. A szép idő ellenére most kevesen jártak arrafelé. Csak néhány varázsgomba kocka pókerezett a frissen zöldült fűben. Sziasztok! Nem tudjátok véletlenül, hol találunk egy nagy rózsaszín foltot Zödön nadrágjára? Kérdezte Titusz. Az elmúlt napokban a következő rózsaszín foltokról hallottam. Az első egy lókutya orrától hallható, mivel megcsípte egy darazs. A másik egy legás márvá pulóverét díszíti, meg összemaszatolt a málna evés közben. A harmadik pedig egyik unokatásvérem kalapján látható, akit épp ezért Rózsikának becéznek a rokonai, pedig fiú. Csak hogy ezek közül egyiket sem varhatjuk fel Zödön nadrágjára. Ez kétségtelen. Esetleg nézetek külön szamócolnyunk a használt cikk kereskedésében. Egy rózsaszín foltra lenne szükségünk, amit felvarhatnánk Zödön barátunk nadrágjára. Hogyan, minek? A régit elvarázsolták egy szakadással együtt. Csak nem a szellemes szakadás szereléssel. Tetszik ismerni ezt a módszert? Már ne ismerném. Kizárólag a kantárok próbálkoznak vele. Foltból viszont csak sárga kockással és barnával szolgálhatok. Egyik sem jó. Van egy csomó rózsaszín madártollam. Nem akarok rózsaszín tollakat a fenekemre. Én csak nézelődni jöttem. Mi is hiába jöttünk. Pedig ha a föld alól is, de szereznünk kell egy rózsaszín foltot Zödönnek. Hát persze! Kérdezzük meg a manó tevéket, hát ha ők tudnak segíteni! Bonjour, régi ismerősök! Kiáltotta vidáman Kleofárd a manó teve. Mi állatban itt vagytok a föld alatt?
Zöldön nadrágjáról elvarázsolódott a kedvenc rózsaszín foltja. Tűvé tettük a rétet egy pótfolt után, de mind hiába. Mondj, igazán kellemetlen. Ám attól tartunk, nem tudunk segíteni nektek. Mi kicsik vagyunk, a ruháink is azok. Ha akad ide lent valamilyen folt, az biztos nem lesz elég nagy zöldön nadrágjára. De jó hír, hogy új sütik érkeztek a büfébe. Annak ellenére, hogy a kuflik nemrég uzsonnáztak, ennek nagyon megörültek. A jó étvágyú vendég mindig szerencsét hoz. Az ott micsoda? Az bizony egy napernyő. Egyik külföldi rokonjunk küldte ajándékba. Csak ugyebár ide lent sosem süt a nap. Pont olyan a színe, mint zöldön foltjának volt. Ó, lala, akkor mégis tudunk segíteni. Nekünk nincs szükségünk e felekre, úgyhogy szívesen odaadjuk nektek. Pont jó mére. Szebb, mint az eredeti. Nagyon köszönöm, kedves Manó teve. Ugyan már, erre valók a barátok. Ezt meg kell ünnepelnünk! Képtelen vagyok többet enni. Nem lakomával, mon ami, hanem tánccal, úgy Manó teve módra. A csetintős orroló a világ legvidámabb tánca. Pardon, hívjuk inkább foltozós orrolónak az alkalomhoz illően. Bár a guflik tele hossal nehezen fogtak bele, nem sokára ők is ott ropták a táncot barátaikkal, a Manó tevékkel. Elfordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet. Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Béla bá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Séta, ez csak ugye séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkehalakról, amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú. Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsjuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Béla bá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek. Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább.
leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lett volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Álljon, Ercsi! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva, tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hú, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget, valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Ti meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Sietve szétszélettek. Titusz észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg, na ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is. Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Sikerül! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csápon járó verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kufli kupac! Kiáltotta Titusz, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a távolban. Most akkor melyik fejem van fent, és melyik lent? A kuflik és a puff puding. Csodás nyári reggel volt. Bár lehetett volna borús őszi délután is, Pofánka és Valér valószínűleg akkor is pont ugyanúgy hevertek volna álmodozva a kufli kupac tetején. Valér éppen békésen elszenderült, amikor... Ezer bocsánat, hübüm! Az én pocim volt, mondta Pofánka és elpirult. Csak eszembe jutott, hogy milyen jó volna enni valamit. Valami fincsit. Hozzak neked vadmarcipánt? Pattant fel készségesen Valér. Az inkább uncsi, mint fincsi. Rázta meg a fejét Pofánka. Valami különlegesre gondoltam. Bolha bombon? Fúj, az meg undi! Fintorgott Pofánka. Csigacsoki? Próbálkozott Valér. Valami incsiklandó kéne, nem ilyen közönséges dolog. Beszélgetésüket hallva előbújt a többi kufli is. Halló, finomságokról beszéltek.
dörmögte izgatottan Zödön. Sajnos csak beszélünk, ahelyett, hogy ennénk valamit, ami különleges, ami nem terem az elhagyatott réten. Vegyük elő zsebrecept könyveinket. Na igen, mert minden kufli tart magánál egy zsebrecept gyűjteményt arra az esetre, ha megéhezne és szeretne főzni magának valami jót. Azzal keresgélni kezdtek. Porcukros pióca, olvasta Titus. Majlep kemészben! Lapozgatott receptkönyvében Bélabá. Vakon virsli. Ez furán hangzik. Így Hilda. Karamellás kavics, olvasta Valér. Ahhoz biztos erős fogak kellenek. Vagy csúska krém. Betűzte Zödön. Nem is tudom. Motyogta könyvébe bújva Fityérc. Ami azt illeti, egyik sem hangzik igazi finomságnak. Sóhajtott a pofánka. Gyerekek, amit szólnátok egy igazi puff pudinghoz? Így sikladó csemege. Mondta Fatuskó. És könnyű elkészíteni. Puff, a kész is van. Pont erre kapta a nevét. És tényleg finom? Kérdezte gyanakodva pofánka. Az nem kifejezés! Azzal a Fatuskó turkálni kezdett az odójában. Kisvártatva egy ákon-bákon betűkkel teleírt, olyan fakéreg darabot nyújtott át a kufliknak. Lássuk csak. Fordítva. Így? A másik irányba. Oké, most jó. 8 evőkanál vadzablis, fél pohár fülvirág nektár, 2 kis kanál darált nyambogyó, 1 kevés zebrafűpor, meg néhány cukorbokor levél. Ez tényleg egyszerű. Gyerekek, azért vigyázzatok a mennyiségekkel. Nyugi, több rokonom, közismert szakács. Alig telt el néhány perc, a kuflik elszögdécseltek tányérokért és kanalakért. Biztos valamivel több került bele a kállát hénél. Az lehetetlen, tiltakozott sértetten Titus. Talán, ha kihűl, abba hagyja. Reménykedett pofánka. Semmi baj, majd megeszem a felesleget. Zödön egy merőkanállal elkezdte falni a pudingot. De hiába, a krém tovább bugyogott kifelé a fazékból. Ez a puding addig puffad, még a végén az egész rétet elborítja. Elismételnéd még egyszer? Ez a puding addig puffad, még a végén az egész rétet elborítja. Akkor megvan mi a baj? Csapott a homlokára a Fatuskó. Ez egy úgynevezett puffadó puding. Az ilyen puding addig puffad, amíg meg nem kérik, hogy hagyja abba. De nagyon fontos az udvariasság. Akkor kérje meg Bélabá, neki van közülük a legjobb modora. Én megpróbálhatom! Vonta meg a vállát Bélabá. Milyen tisztelt puding! Felettébb hálásak lennénk önnek, ha volna olyan kedves és befejezné ezt a rendkívül látványos, de számunkra felettébb kellemetlen terebélyesedés. A puding erre csiribú csiribá nem nőtt tovább egy kiskanálnyit sem. Hiába, a jó modor csodákra képes. De mit csinálunk most ezzel az elképesztően sok pudinggal? Ennyi pudingra akár az egész rétet meghívhatjuk, ugrándozott lelkesen Valér. Akar valaki pudingot enni? Nem sokára derűs lakmározástól volt hangos a kufli kupac környéke. Soha nem ettem ilyen finom pudingot. Tareke, ezek szerint mégsem volt teljesen rossz a recept. Nyugtázta elégedetten a Fatuskó. Legközelebb valami egyszerűbb különlegességgel is beérném. Bólogatott a fánka. De ezt a hangos csámcsogástól már nem hallotta meg senki sem a rétlakók közül.
egy kupac az elhagyatott réten. Van valahol egy elhagyatott rét. A rét közepén áll egy kupac. Szerény és egyszerű kupac, mint meg annyi más kupac a földkerekén. Vagyis csak majdnem. Mert ebben a kupacban 7 kufli lakik. Zödön, Pofánka, Titus, Hilda, Valér, Bélabá, meg Fityirc. Így hívják őket. Zödön a legzöldebb, Pofánka a legpirosabb, Titus a legsárgább, Hilda a leglilább, Valér a legkékebb, Bélabá a legbarnább, Fityirc meg a legszürkébb, mert annak is lennie kell valakinek. Egykoron a kupac üres volt. Nem lakott benne egyetlen kufli sem. Körben a réten dúsan nőtt a vadzab, a vadsóska, a vadspenót, a vadmarcipán, a vadkavics, a vadradír, meg más hasonló növények. Még nem aztán egy éjjel, mikor éppen dühötten süvített a dermesztő északi szél, egy csapat didergő kufli tűnt fel a láthatáron. Valószínűleg túl régóta vándoroltak már ebben a rémes időben. Egyáltalán nem csoda hát, hogy megörültek a kupacnak. Végre volt egy hely, ahol meghúzhatják magukat. Egyikük még néhány száraz faágat is talált, amiből tüzet tudtak rakni. Legalább megsütjük rajta a krumplinkat, gondolták a kuflik. Ez az egy dolog volt náluk, egy jó nagy krumpli, semmi egyéb. Mikor elaludtak, álmukban boldogan kergetőztek a napsütött teréten. Reggelre kelve aztán eldöntötték, nem mennek innen tovább egy tapottat sem, mert ezentúl ez lesz az otthonuk. A kuflik többször is körbeugrálták, és minden oldalról jó alaposan megnézték a kupacot. Mindenhonnan nagyon tetszett nekik. Kiváló kupac, pont nekünk való! Kiáltották boldogan. Rögtön elő is vették a zsebásóikat, hogy munkához lássanak. Ja igen, mert zsebásó is volt náluk, ezt elfelejtettem mondani. Egy kuflinál mindig kell, hogy legyen zsebásó, amivel szükség esetén kufli üreget tud ásni magának. Egy kényelmes kufli üreg körülbelül ekkora. Hiszen nem csak a kuflinak kell elférnie benne, hanem, ha úgy adódik, mindenféle egyéb dolognak is. Azzal dolgozni kezdtek. Eleinte mindannyian egyformán jól haladtak az ásással. Na jó, Zödön egy kicsikét gyorsabban, mert ő volt a legerősebb. Bélabá meg talán egy icipicit lassabban, mert ő meg a legöregebb volt. Ne ássunk egy kicsit helyetted, kérdezték tőle a többiek. Ugyan már, hová gondoltok? Tiltakozott Bélabá, de azért jól esett neki, hogy megkérdezték. Délutánra járt, mire elkészültek. A kupac tele volt szebbnél szebb kufli üregekkel. A legnagyobbat Zödön ásta, a legkisebbet meg Pofánka, a legkerekebbet Hilda, a legszögletesebbet Titus, a legegyenesebbet Valér, a leggörbébbet Bélabá. Fityircé meg mindegyikére hasonlított egy kicsit. Olyan lett a kupac, mint egy nagy, csupaluk sajt. Már csak az ajtók hiányoztak. Falevélből lehet a legjobb ajtót készíteni egy kufli üreg bejáratára. Na persze, nem mindegy, hogy milyen az a levél.
az se jó, ha túl kicsi, az se jó, ha túl nagy, az se jó, ha túl hullámos, az se jó, ha túl cikcakkos. Ha meg szúrós, na, az végképp nem az igazi. Szerencsére az elhagyatott réten nőtt mindenféle érdekes növény. Így aztán nem csoda, hogy rövid keresés után mindegyik kufli talált olyan levelet, ami pont illett az ürege bejáratára. Még fityírc is. A mindenit, bólogattak elismerően. Szemrevaló kufli kupac lett, az már biztos. Lassan bealkonyodott. Nagyon szép volt innen az elhagyatott rét. Milyen más így? A saját kupacunkról nézve, gondolták a kuflik. És ebben bizony igazuk volt. Aztán az égen felhunyorogtak a kíváncsi csillagok, mert leszállt az est. Ne haragudj, kicsit megfáztam. Álmomban egy kupac fagylaltba ástam kufli üreget. Odalent a fűben. Egy átlagos őszi délutánon történt. A fáradt kék égen egykedvűen sétáltak a felhők. Bla, 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 bla. Napok óta nem történik semmi, de semmi. Sóhajtotta Valér. Hetek óta... Javította ki Zödön. Lassan már az unatkozást is unja az ember. A kufli? Helyesbített Valér. Épp egy madár kezdett énekelni a közelben, de aztán meggondolta magát. Zödön nagyon sóhajtott, aminek olyan hangja volt, mintha egy szélviharral teli bőröndöt gurítottak volna le a kupac oldalán. Na csak! Szia! Minden rendben? Kérdezte Zödön. Megzavarzátok az ünnepséget! Miféle ünnepséget? A macska legyek őszi báját! Nézzétek! Pont most kezdik a körtáncot! Ezt a táncot hívják bogyós trappolósnak is. Magyarázta Béla bá. Az ünnepre minden macska légy bojt bogyót rak a fejére. Amelyiken piros bogyó van, az a macska legyek királya. Látjátok, ő vezeti a táncot. Nem is tudtam, hogy a macska legyeknek van királya. Suttogta Zödön. Azok ketten ott mit csinálnak? Ők a strázsa legyek, vigyáznak a rendre. Valamiért nyugtalannak tűnnek. Nem csoda, egy levernyő közeledik. Mondta Béla bá, és egy sárguló lepényfű csomó felé mutatott. A levernyóknak az a legnagyobb örömük, ha elronthatják mások mulatságát. És valóban, a levernyő gonosz mosolyjal ajkán felfújta magát, és olyan hangot hallatott, amit leginkább egy bélbajos medve befögéséhez lehetett hasonlítani. A macska legyek azonnal abba hagyták a táncot, és undorodva befogták az orrukat. A levernyő hangjára ekkor egy megtermett kócféreg bújt elő egy bajusz bokor árnyékából. A kóc égnek meredt a hátán. Látszott, hogy nagyon mérges. Ha!
pofákat vágnak. A levernők és a kocsszérgek ősi ellenségek. Ha keresztezik egymás útját, annak gyakran verekedés a vége. Ezek mindjárt egymásnak esnek. Ám ekkor a levernyő és a kócféreg megtorpant. Mi csak egy nevetke! Meglátva két verekedni készülő rondaságot, először elmosolyodott, aztán hangos nevetésre fakadt. Először a macska legyek kezdtek somolyogni, majd kacalászni, aztán hirtelen a levernyót és a kócférget is rázni kezdte a nevetés. A nevetke nevetése végzetesen ragadós. Mi ennyire mulatságos néhány fűcsomóban? Beszélünk semmi, de közelről. Erre mi is kíváncsiak vagyunk, mondta Titusz. Oda fekhetünk mellétek? Persze, csak vigyázva. Közben úgy tűnt, a nevetke kiszórakozta magát, mert felvette a szatyrát és tovább sietett. A levernyő és a kócféreg abba hagyták a hahotázást, aztán vállat vontak, és ellenkező irányban elaraszoltak a dolgukra. A macska legyek újra táncolni kezdtek, és a kuflik maradtak, hasalva a fűben. Bárki azt hihette volna, hogy csak úgy unatkoznak ott. Itt keresnek szereplőket egy fűben játszódott. A kuflik és a szőrbogyó. A réten csípős téli szél zörgette a bokrok ágait. Éhes vagyok. Jaldult fel a kuflikupac tetején Zödör. Mikor nem vagy az? Kérdezte Fityirc. Hosszabbat élni máskor. És lehetünk minden lehetőt a jó bogyó bokrokról. Akkor mi lesz? Éhen halunk. Szó se lehet róla. Találnunk kell valami ennivalót. Mi lenne, ha kutakodnánk kicsit a közeli fák tövében? Jó ötlet, helyeselt Titusz. A kuflik alig szögdécseltek egy keveset, már is odaértek egy magányosan álló, ragyás bálnafához. Próbáljuk meg itt! Mondta Titusz, és elővette a zsebásóját. A többiek követték a példáját, aztán kaparászni kezdtek a hóban. Ide nézzetek, mit találtam! Mocsok! Nem is tudtam, hogy ilyen termése van a bálnafának. Mert ez nem is az. Szólalt meg egy háromfejű tappangya fejük fölött. Mi más lehetne? Itt vannak pont a fa alatt. Ezek nem ragyás bálnabotyok, hanem szőrmagok. De miért ez a nevük? Erre is van három válaszó. Mert jól hangzik. Mert régen szőrösek voltak, csak aztán megkopaszodtak. Mert valami egyéb közük van a szőrhöz. Nekem mindegy, csak végre együk meg őket. Erre a többiek is gyorsan szedegetni kezdték a magokat a hóból. Nem is olyan rossz! Kicsit szappanos egérszőr íze van. Dünnyögte Titusz tele szája. Titusz, te hogy nézel ki? Csupa szőr vagy! És te is fityírc! Ami azt illeti, neked is bundád nőtt?
bámultak rá a barátai. Az nem lehet! Sikoltott fel Pofánka, és előkapta a zsebtükrét. A többiek is követték a példáját. Nem hiszem el. Most hát megtudtuk, miért hívják így ezt a magot. Ezt miért nem árultad el? Mert nem tudtam. Mert titkolóztam. A tappany morogva elrepült. Most mi lesz velünk? Menjünk vissza a kupacunkra, és ott majd kitalálunk valamit. Így is tettem. Gyereke, csak nem szőrbogyót emédeltetek, ha. Ennyire látszik. Gyakran megesik talánta. Biztos szokatlan, de higgyétek el, több előnye is van. Csak egyet mondj. Nézett rá mérgesen Pofánka. Akár harmat is, ha. A szőr melegít a hidegben. Jelmezbalban lehettek, márvá csalán. Ezentúl bármikor divatos szakállat nyírathattok magatoknak. De én semmiféle szakállat nem akarok. Nekem meg eszem ágában sincs medrének öltözni. Viszket a szőröm. Ha nem, hát nem. Erre is van megoldás. Háromféle is. Megvárjátok a tavaszi vedlést. Kopaszkóró kérget rágtok, vagy kipróbáltok egy varázsigét? Én a másodikat választanám. Remek, a kopaszkóró kérek segítségével az összes szőrötöktől megszabadultok. Az összestől. A kuntyomat azért szeretném megtartani. Sajnálom. Ez a módszer csak teljes szörtelenítésre jó. És a harmadik megoldás? Egy rövid varázsigéről van szó. Irgalmatlan írha írtó, így hívják. Vágjunk bele! Rendben. Azok a fránya szavak. Biztos összekevertem őket. Gyorsan újra halk dörmögésbe fogott. És akkor... Szerencséd volt. Nem is tudom, kinek volt nagyobb szerencséje. Fő, hogy végre mind újra szőrtelenek vagyunk. Én meg újra éhes. A varázslatoktól könnyű megéhezni. Induljunk hát ismét ennivalót keresni. Pont így kezdődött ez az egész. Ugyanaz a dolog, kétszer nem végződhet, ugyanúgy. Egy biztos. Beszéddel nem lehet jól lakni. Mondta ekkor Zödön, azzal faképnél hagyva barátait leszögdécselt a kupacról. Erre azok rögtön abba hagyták a vitatkozást, és nagy sietve utána eredtek, mielőtt egyetlen egy bogyó sem marad nekik az elhagyatott rétet borító hó alatt. Itt a vége, fuss el véle, Langyos tavaszi reggel volt. Ha bárki azt gondolná, hogy a kuflik, közismert szokásuk szerint, tétlenül heverésztek kupacuk tetején, az téved. Nem heverésztek, hanem ácsorogtak. Úgy tetszett, várnak valakit. Igazából kire is várunk? Pofánkára. Ez a történet vele kezdődik. Figyeld, mindjárt megérkezik a következő jelenetben. Nézzétek, mit találtam! Kiáltotta már messziről Pofánka. Ez meg micsoda? Nem tudom, de olyan cuki! Ezerszer megbeszéltük, hogy nincs cukizás az elhagyatott réten. Pocs, elfelejtettem. Nem tudjátok, mi lehet ez? Egy eltévedt növendékprém kukac? Egy törpe borz téli bundában. Inkább egy sörényes bolhanyú lesz. De dehogy is! Ez nem más, mint egy torkos medvegyik. Tényleg, egy medvegyik, mi más? De miért torkos? Mert híresen jó az étvágya. Gyátszuk, illetve aranyos, megtartom. Nem jó ötlet,
A medvegyik tényleg nagyon falánk állat? De akkor is, akkor is! Toppantott pofánka. A te dolgod, hagyta rá Hilda. Nem szólhatunk bele. Brumi lesz a neve. Jaj, 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 jaj! Mi a fene ez? Az éhes medvegyik jaj beszékelése. Nem fogjátok elhinni. Brumi megette az összes vadmarcipánomat, és még mindig éhes. Elviszem legelni a rétre. Mintha nagyobb lenne ez az izé, mint reggel volt. A körök medvegyinkok rendkívül gyorsan nőnek. Annyira édes! Pofánka csak alkonyatkor került elő. Képzeljétek! Brumi először vadsóskát evett, aztán vadrépát és vadzabot, utána vadkrumplit, meg egy csomó vadalmát, végül még egy halom vadmarcipánt is. Nekünk azért maradt valami. Hát, nem sok. Beesteledett. A kuflik épp pöckölös bolhapólót játszottak a kupac tövében, amikor ismét felbukkant pofánka. Van egy kis bal! Brumi megnőtt! Nem félek tőle el az üregemben. Alhatnék ma éjszaka valamelyik ötöknél? Nálam elférsz. Holnap építek Bruminak egy ólat. Másnap reggel kiáltozásra ébredt az elhagyatott rét. Rabló, rabló, valaki ellopta a reggelimet. Nekem is. Meg nekem is. Én pedig aludni nem tudtam ettől a rémes nyammogást. Mi történt veled, Brumi? Brumi óriás lett. Ez így nem mehet tovább. Tennünk kell valamit. Gyorsan elővették zsebállat határozóikat. A medvegyik kedvence a ragyás banánfüge. Ragyás banánfüge bokrokat arrafelé találtok. Na jó, de hogy vigyük oda Brumit? Felsük ki zödönt óriás banánfügének, vele talán el tudjuk oda csalogatni. Aztán ott hagyjuk. Biztos nincs más megoldás? Fú, én is pontosan ezt akartam kérdezni. Barátaik szomorúan rázták a fejüket. Pofánka fájó szívvel odaadta nekik a féltve őrzött temperafesték készletét. Micsoda hasonlóság? Zödön nem igazán örült a dicséretnek. Kezdj el sétálni a kupac körül, amikor Brumi észrevesz, szögdítselj a bokrok felé. Zödön megpróbált úgy tenni, mint egy sétáló ragyás banánfüge. Elindult a banánbokrok felé, Brumi a nyomában, a kufliknek követték őket. Szerencsére túl kövér, hogy utolérje. Amikor a bokrokhoz értek, Zödön elbújt, Brumi meg rávetette magát a gyümölcsökre. Gyorsan, lépjük le! Nem lesz szomorú, amikor észreveszi? Őt egyedül a hasa érdekli. Pofánka nagyot sóhajtott, aztán a többiek után osolt. Ez izgalmas volt? Biztos nem fog visszajönni. A medvegyikok mindenre csak egyik evéstől a másikig emlékeznek. Nekem azért hiányozni fog. Majd találsz magadnak másik kedvencet. Valami egészen kicsit, ami keveset eszik. Akkor az nem Zödön lesz? Ezt most megbánod. Kiáltott a Zödön, és kergetni kezdte fityércet a kupac tetején. A többiek nevetve nézték őket. Ettől Pofánka is jobb kedvre derült. Eszébe jutott, hogy Brumi mindenkinek megette a reggelét. Arra gondolt, hogy majd szerez nekik valami más ennivalót. Szerinted? Jó vége lett ennek a történetnek. Nem tudom, én csak most érkeztem. Egy
egyenesen arra van a film vége. Na, könnyű azt mondani.